a Vasadi Művelődési Ház és Könyvtárban. Az elmúlt hetekben lebonyolított klubprogramok mellett 180 új könyv érkezése is munkát adott az intézmény vezetőnek és munkatársainak. Erről és a tervezett őszi programokról, induló szakkörökről is tájékoztatott bennünket az intézményvezető. A Gyereksziget építettük át Kellner Richard kollégámmal, hiszen 150 új könyv érkezett. Ez már egy akkora mennyiség, ami hiába bővítettük ki a könyvtárat, igazából már most is szinte egy picit szűkösek a körülményeink. Ehhez kellett egy kis logisztika, és így a Gyereksziget hosszant irányban helyeztük el ezeket a gyerekpolcokat, így felszabadult a tér ahhoz, hogy a Babamama klubbal ugyanebben a helységben, a könyvtár helységében találkozunk, és így több tér áll rendelkezésre számunkra. Milyen szakkörök fognak indulni az ősszel? Az ősszel papírfonás szakkör indul szeptember 20-án, erre várunk 5 fő érdeklődőt. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatja ezeket a szakköröket, amelyek már eddig is futnak. A művelődési házunkban Mézes Kalács szakkör fut éppen. Ennek az utolsó ideje augusztusban lesz, amikor egy 2 hetes kiállítással zárul ez a szakköri tanfolyam, amely ingyenes, és az intézet támogatásával mindenféle eszközt, amit már egy korábbi videóban is láthattak a nézők, biztosít számunkra a Művelődési Intézet, folyamatosan tanulnak a tagok, nagy örömmel vetjük bele magunkat ebbe a sütési folyamatba, és sok érdekességet fognak látni majd a kiállítás során. A közösségépítő kultúránk programsorozat keretében lehetőség volt lakitelekre kirándulni, ahol színi előadást is megnézhettek, de vezetett túrán is részt vehettek a vasadiak. A Nemzeti Művelődési Intézet volt az, amely létrehozta a közösségépítő kultúránk programsorozatot. Lehetőségem nyílt egy lakitelki kirándulást megszervezni. 40 fővel hozott vitt minket az intézet busza, és mi csatlakoztunk, meghívtuk a Monori nyugdíjas klubot, így jött ki a létszámunk, és egy csodás napot tölthettünk együtt, megismerhettük az intézet székházát, megismerhettünk kiállításokat, különböző népi iparművészek kiállításait, az ott működő szakköröknek a termékeit, legyen akár szó vesszőfonásról vagy nemezelésről, beleláthattunk ezekbe a kulisszatitkokba, valamint egy színi előadást is megnézhettünk a lakitelki művelődési házban, és egy vezetett túrán is részt vehettünk. A könyvtár munkatársai első alkalommal vettek részt a közelmúltban megrendezett falunapi főzőversenyen, így aztán az itt főzött finomságokról és az elért díjakról is érdeklődtünk. De a háttérmunkáról, a pályázatokon való részvételekről is sok hasznos információt kaptunk. Hát számunkra még mindig feldolgozhatatlan örömet jelent az, hogy hárman, két kollégámmal, Vázsonyi Ágnessel és Kellner Richarddal részt vehettünk ezen. Tulajdonképpen egy könyvtári kitelepülést hajthattunk végre, és tervezhettünk meg. Hosszú idő után végre nem voltam egyedül, és vannak kollégáim, úgyhogy az ő segítségükkel tudott ez megvalósulni. Kitaláltuk azt is, hogy palószlevest főzünk, egy olaszos lepénykenyeret, valamint békönbeteket, spárgát, és a legszebben díszített főzőhely díját hoztuk el, valamint a Gasztrototón második helyezést értünk el. És akkor folytatódnak a pályázati lehetőségek, milyen pályátok vannak mostan folyamatban? A háttérben folyamatosan dolgozunk, hiszen nagyon fantasztikus lehetőségek nyíltak meg pályázatok terén. A Nemzeti Kulturális Alapnak a zeneművészeti, illetve a közművelődés kollégiumánál nyílt lehetőségünk számos pályázat beadására. Jelen pillanatban az idősek klubjának támogatására várjuk, hogy leteljen a várakozási idő, és megtudhatjuk, hogy nyertes lett a pályázatunk. Ez a pályázat 1 millió forintos kerek összeggel volt beadható, mi a maximális keretre pályáztunk, valamint már, amit tudok, hogy 2 nyertes pályázatunk is van, az egyik a Zeneművészet Kollégiumához beadott zenélőkönyvtár pályázatunk, ahol 150 ezer forintot nyertünk programjaink támogatására. Ez a program majd ősszel kerül megrendezésre, valamint drámatábort szervezhetünk. Ennek a célja az olvasás népszerűsítés lesz.